Sziasztok, én Ment Szajok, és itt a FIFA 22 Akadémia Legendák Hartlepool United sorozat 7. része. Ezt az epizódot egy nagyon tészti összecsapással kezdjük az FA Kupa második körében a Wycombe Wanderers ellen, majd aztán játszunk a Scunthorpe és a Colchester ellen, és akkor lassan be fogjuk fejezni decembert a következő epizódban. A következő epizód, nem tudom, hogy január az mennyire lesz eventful nekünk. Azt tudom, hogy egy csomó valódi játékos fogja elhagyni a klubot, szóval lesz egy kis pénz a csapatnál, viszont az a baj, hogy free agentek között nem nagyon vannak még regenek, mert ugye az első szezonban vagyunk, és más kluboknál se nagyon van, mert ugye az első szezonban vagyunk, és ugye szezononként érkeznek regen játékosok, szóval nem tudom, mennyire leszünk aktívak januárban, de azt tudom, hogy a 2021-es évből már csak akkor 5 mérkőzés van hátra, és a decembert pedig a Mansfield és a régi ismerős Chamois Rovers ellen fogjuk zárni. És akkor hát nagyon fáradtak vagyunk, de hát nem lehet rotálni most, mert csak a Wycombe Wanderers az ellenfél, egy két osztálya felettünk lévő csapat, szóval így fogunk felni a Wycombe ellen: Miranda, Seymour, Eberle, Stevens, Moody, Wood, Kristen, Nushi, Jong, Young, Fisher, Hartlepool, Wycombe Wanderers, Vaux, Jake Stevens, Pendlebury, jó labda, Vaux, Miranda véd! És aztán a kipattanó Hanlan, aki akrobatikusan megszerzi a vezetést a Wycombe-nek a 6. percben, hát eddig 100% Wycombe volt a mérkőzés, meg se tudtuk szagolni a labdát, 0-1. Wheeler, Vaux, messziről, Miranda csak elpaskolja, aztán kijön Pendlebury-re, majd visszatáncol, Vaux, Vaux lő, és Miranda ezt is kiszedi. Vaux sarokkal, Miranda hezitál, és Obita mellé lövi, hát én azt hittem az bent van, de nem. Young, Fischer, Nushi, és ez egy indítás, Alessandro Fischer, Fischer! Hát talán ez volt az egyik legbizarabb gól, amit eddig szereztünk. Az biztos, hogy Ethan Young ünnepel, miután Alessandro Fischer eltalálta a bal kapufát, a kipattanót pedig összeszerencsétlenkedte a Wycombe, és kiegyenlítünk az első fél idő vége felé. 1-1. A gól pedig egy öngól. Szóval Ethan Youngtól elszedték ezt a gólt. Grimmer öngoljával 1-1. Seymour. Talán egy csattanó az első fél idő végén. Alessandro Fischer most nem finesz! Stockdale azt még vissza lehet emelni, de a játékvezető azt mondja, hogy nem. Henlön megtalálja Vaux-ot, aki véthetetlenül lövi be Miranda felső léce alá. 51. perc, felébred a Wycombe, és megszerzi újra a vezetést. Gép. Henlön lő! Miranda kipaskolja. Romain Fischer. És Alessandro Fischernek nyílik egy kis terület. Alessandro! Jó. A vendégeknek is volt egy ilyen helyzetük, amit kihagytak, és nekünk is. Kvittek vagyunk. Stevens. Ó, bejött a legend himself. Akina Finwa. És nem is lennék ideges, hogyha Akinfenn a gólt szerezne ellenem. Egy cseppet sem. Viszont itt egy Romain Fischer próbálkozás! Ami ugyanúgy elmegy a kapu bal oldala mellett, mint ahogy az Iker testvére próbálkozása pár perccel ezelőtt. Vaux. Adebayo Akinfenwa! Miranda. Horgan. Gép! Miranda. Gép lekészít, de bár! Gonzalo Miranda, man. Fischer. Jó labda, Johan Kristen. Nem a leggyorsabb, de! Utálom a kapunak azt a bal oldalát. Hát azt kell mondani, hogy 2-1-es vereség a Wycombe ellen az egy... Hát az egy nem egy olyan eredmény, amiért lehetne szégyelni magunkat. Viszont hogyha nincs Gonzalo Miranda, akkor szerintem nem csak 2-t, hanem lehet, hogy 6-ot vagy 7-et is kaphattunk volna. Viszont ha nekünk nincs Romain Fischer és Alessandro Fischer, akkor lőhettünk volna akár 4-et is, szóval... A mérleg így kiegyenlítődik ebben a szempontban. Hát búcsúzunk az FA kupától, viszont nem egy abszolút szétveréssel a Championship Wycombe ellen, akik hát mind a három gólt szerezték ezen a mérkőzésen. A végeredmény Hartlepool United 1, Wycombe Wanderers 2. És akkor mivel december 7-e van, ezért visszaérkeztek a scoutok, ami azt jelenti, hogy reménykedhetünk. Sam Dunn visszajött Algériából és hozott két játékost, Murad Matoub 16, 38, 50, 53, 71 és Masmoud Belghazi 17, 39, 53, 66, 90, ami egy nagyon jó dolog, mert akkor mind a kettő jöhet is fel. Magnusson visszajött
Skóciából, és hát az első játékos az Douglas Black, aki 25-35 az overallja, viszont tud hátul is játszani. Hát megnézzük, hogy mi lesz belőle. Ian Burns 15-39-53-49-65, ő is csak azért jön fel, mert ott hátul három pozíció van. Bízok benne, hogy az egyikük hátvéd. Arthur McMillan 15-45-59-68-90, és akkor ez volt Skócia. És akkor Rainer mit hozott vissza Spanyolországból? Santi Vázquez 15-30-42-53-73, és Iago Orellana 16-32-44-60-84. Istenem, könyörögöm, legalább az egyétek akkor legyen egy védekező középpás, aki nagyon gyorsan át tud alakulni hátvéddé, mert kellenek a hátvédek. Nézzük, hogy mi van. Hát egyikőjük sem volt hátvéd, de van négy védekező középpályás. Ian Burns pedig tud hátvédet játszani. Viszont bízok abban, hogy viszont az a baj, hogy 15 éves. 15 éves, de két hét alatt át tud alakulni hátvéddé. Az lenne a legjobb, ha két hét alatt be is tölteni a 16. életévét. Azt nézem, hogy Murad Matubnak van egy Dives into Tackles traitje. Azt akarom megnézni, hogy ő neki milyen gyors lenne. 63-7, hát rendben. Iago Orellana az, aki talán... Iago Orellana át tud alakulni hátvédé két hét alatt, szóval azt elindítjuk a folyamatot nála. Douglas Black 51-7, szóval őt kizárjuk. Viszont Santi Vázquez az jobb hátvéd. Hát nem. Pascal Hubert pedig hagyjuk jobb hátvédként. És a többi játékos, akit felhoztunk, van itt egy Masmoud Belghazi, aki center forward, szóval őt rá is fogjuk állítani arra, hogy csatár legyen, már ha nem lesz túl sok idő. Két hét, perfect. Meg hát csak kéne védekező középpályás is. Valamilyen használható overallal. Szóval mivel Murad Matub nagyon lassan alakulna át hátvéddé, ezért felhozzuk és kapni fog pár lehetőséget védekező középpályásként. És azt nézve, hogy milyen szarul állunk csatárposztra, lehet, hogy nem várom meg, míg Masmoud Belghazi teljesen befejezi a csatár átalakulását, ezért kapni fog pár lehetőséget a felnőtt csapatban. És akkor mindenki marad, mert két játékosunk van, aki 16 éves, az egyik tréningen van, a másik meg 35 overall. És akkor az új játékosok még nem kapnak lehetőséget, egyedül Masmoud Belghazi van a padon a Scantor Pelni mérkőzése. Miranda Seymour, Eberle Stevens, Moody, Wood, Kristen, Nushi, Jong, Young, Fisher, ez a kezdő 11, Hartlepool, Scantorp. Hosszú labda Michael Seymournak, viszont ott egy Fisher, Nushi! Aki Balmi fejébe kezébe fejeli a labdát, szöglet. Scrimshaw, jön Miranda! És Scrimshaw telibe találja a felső lécet. Wilson, Hackney, Beaston, sarokkal, Hackney, Miranda, Nushi. Jó labda, Alessandro Fisher, gólhelyzet! Balmé kivetődik, nincs véd. Scrimshaw, Hackney, Miranda, Scrimshaw, Hackney, kapja vissza Scrimshaw! Miranda megtorpant, de így is tudott védeni. Úristen, hol lennénk mi Gonzalo Miranda nélkül? Bro, középetett labda! És hát ezzel Miranda sem tud mit kezdeni. 61. perc, hát azt mondani, hogy érett ez a Scantor gól, az egy overstatement. 0-1. Fisher. Van egy védelem mögé befutó. Ethan! Ez volt a hanyadik lehetőségünk? Harmadik? Negyedik? És ugyanannyi gólt szerzünk, mint a Scantorp, akiknek volt vagy 15. Ethan Young goljával 1-1. Ethan Young nem fog megállni. Ethan! 14 perc van hátra. És a Hartlepool az, aki 60 percig úgy védekezett, mintha az életük múlt volna rajta. Aztán végül gólt kaptak. Most negyed órával a vége előtt 2-1-es előnyben. Kapja vissza, loft! Nem sokáig tartott a válasz, 3 perccel később kiegyenlít a Scantorp, 10 perc van hátra, 2-2. Alessandro Fisher! Ha jól látom, akkor a Scantorp védő ért bele abba utoljára. Nagyon nagy szarba rakta a Scantorp a saját kapusát. Viszont így most mi lehetünk szarban, mert ebből fordulnak a vendégek, Beaston. Éberli egy kis beállás, Wilson, O'Malley!
Mit csinált Gonzalo Miranda? Hova vetődött Gonzalo Miranda? Amikor a legjobban kellett volna, akkor mondja az Gonzalo Miranda, hogy hát erre én most egy teljesen másik irányba fogok vetődni. És másfél perccel a vége előtt úgy néz ki, hogy itt elviszi az összes három pontot a Scunthorpe. Hát ez egy rohadt nagy smash and grab lett volna, ha itt elviszük a három pontot a Scunthorpe ellen, mert hát szinte ugyanaz volt, mint a Wycombe ellen. Itt is csak egy góllal kapunk ki, viszont úgy, hogy végvédekeztük az egész mérkőzést szinte. Csak az a két plusz egy pár megmozdulásunk volt, amiből ugye a gólt szereztük. Aztán a végén Gonzalo Miranda, az az ember, aki eddig a standout performance, ha én nekem választani kell, akkor Gonzalo Mirandát és Fashion Nushit mondanám eddig a két legjobb játékosnak. Ő hagy minket cserben. A végeredmény Hartlepool United 2, Scunthorpe United 3. Jó hírek, Loran Ismaili visszatért az edzésekre a sérüléséből, most nem fog játszani a Colchester ellen, szinte mindenkinek egyértelmű, viszont nem soká számíthatunk a védekező középpályásra. És akkor így fogunk felállni pont az előttünk lévő Colchester ellen, hogyha megvernénk őket, akkor szerintem feléjük ugranánk és kiúsznánk a kieső helyek felé. Miranda, Seymour, Eberle, Stevens, Moody, Matub, Kristen, Nushi, Jong, Young, Belgázi. Belgázi és Matub bemutatkoznak a felnőtt csapatban. Colchester, Hartlepool, Young, Masmoud Belgázi! Első lövés, első gól, 5. perc. Masmoud Belgázi góljával megvan a vezetés. És az assist, ja nem Matubé. Azt mondani akartam, hogy az Algér asszisztolta az Algér, de nem, mert Ethan Young volt az. Masmoud Belgázi, hát ennél jobban nem is lehetne bemutatkozni, Son. Keep going. Jasper. Középre, Nubel elrontja. Vagy lehet, hogy így akarta, mert Viredu ott van a hosszún üresen. 10. perc, Viredu góljával legyen itt a Colchester. Nubel. Megint üresen vannak bent középen. És megint így szerez gólt. A Colchester Hennönt góljával a 16. percben megfordítja a mérkőzést a hazai csapat. Egy szinte ugyanolyan gólból. Klempin. Túl sok kék mezes a 16-oson belül egyedül. És jön is a labda. Jasper sarokkal. 3-1. Viredu góljával 36. perc. 2-re növeli az előnyt a Colchester. Chilvers. 4-1 Colchester, 44. perc. Yikes. Nubel. Chilvers, nincs les. Let's not fucking take the piss here. 51. perc, Viredu talán a mester hármasával. Te lehet tényleg a mester hármasával, 5-1 Colchester. Olyan ezzel az AI ellen játszani, amikor ilyen gólokat löveget, mint egy 10 évessel, aki először játszik FIFA-val, és ilyen gólokat lő mindig. Frusztráló, és elveszi az életkedvemet. Wood, Young, Ethan Young, 5-2. Negyed órával a vége előtt Ethan Young lő egyet, így 3 van közte, de hát ez szerintem már túl sokat nem fog jelenteni a mérkőzés eredményében. Chilvers. Jön ki Miranda. 6-2, Chilvers a gólszerző. Talán az utóbbi idők egyik legsúlyosabb vereségét szenvedjük el a Colchester ellen. I prefer not to speak. A végeredmény Colchester 6, Hartlepool 2. És akkor itt van vége a 7. epizódnak. 5 pontra vagyunk 22 meccs után a safe spottól, ami hát epizódonként úszik el előlünk, viszont még semmi nincs eldöntve. És hát a következő epizódban a Mansfield Town otthonában utazunk, és ugye lejátszunk a 2021-es év utolsó két meccsét a Mansfield és a Tranmere ellen, és aztán jön január, lesz egy kis cash money a csapatnál, és hát januárban pedig alaposan szétnézünk, hogy esetleg van-e valahol valamilyen opció, de ennyi volt a 7. rész, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok! Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blessed?